Szeretettel köszöntöm Önöket az új évben, az Együtt magazint látják. Első műsorunkból kiderül, mit ígérnek a csillagok az új évre, valamint foglalkozunk a hagyományokkal és az ilyenkor megszokott fogadalmakkal is. Tartsanak velünk! Mit ígérnek a csillagok? Milyen évünk lesz? Takács Gyöngyit, Kovács Szilvia kolléganőm faggatta a 2022-es asztrológiai jóslatokról. A stúdióban itt van velem Takács Gyöngyi asztrológus, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy 2022-ben mi minden vár ránk. Szeretettel köszöntelek, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és a kedves nézőket is üdvözlöm szeretettel. No, én azt olvastam, hogy a 2022-es év az a Jupiter éve lesz. Fogalmam sincs arról, hogy ez mit jelent. Nem tudom, lehet, hogy aztán a nézők is már utána néztek és próbáltak esetleg kutakodni, úgyhogy légy szíves először is tegyük tisztába, hogy mit jelent ez, hogy Jupiter éve, és az mi mindent rejt magában. Ez pontosan így van, nagyon jók az információid, a Jupiter év kezdődik, de nem pontosan a naptári év január 1-ével, hanem majd március 21-én a tavaszi napfordulóval, tehát az a csillagászati tavasz beköszöntével. De igazából azért ez az 1-2-3 hónap már azért jelzi ugyanazt az energetikát, ami akkor is meg fog jelenni, de tulajdonképpen a 2021-es év a Szaturnusz uralma alatt állt, tehát most még ezt éljük, ha mondhatom így, azért éreztük nagyon erőteljesen ezt a szaturnikus, mindent letisztító, csak a valódi értékekre összpontosító energiát, ami ebbe az évbe jellemző volt ránk. Az, hogy mikor, milyen évet határoz meg, melyik bolygó, ezt ennek utána lehet nézni, ez fel van sorolva, ez le van írva, tehát ennek megvannak az alapjai, hogy miért van ez így. De valóban a Jupiter ugye az a bőség, a jóság, a szerencse, a jólét, az öröm, a boldogság bolygója, a nagy szerencse bolygó valójában. Tehát ezért gondolják ugye sokan azt, hogyha a 2022-es évünket a Jupiter határozza meg, akkor ugye az maga lesz a csoda. Bizonyos értelemben igen egyébként. De nyilvánvaló, hogy ezért ez nem úgy van, hogy mindig mindenkinek minden ugyanolyan lenne. Hanem ez arról szól, hogy kinek milyen az eddigi élete, illetve a személyre szabott horoszkóp ábrája, mert ott jelenik meg, hogy ez a Jupiter például neki mit hoz, milyen életterületre esik, tehát kinél mit mozgat majd meg. És akinek ez eleve egy nagyon pozitív fényszöggel kapcsolódik, akkor ő neki ez valóban tényleg egy kiemelten jó éve lesz. Hogyha mondjuk kevésbé, akkor sem lesz rossz, csak mondjuk több kihívással fog szembesülni. Tehát ezt így lehet meghatározni, hogy mikor milyen évet élünk. És ezt a Szaturnusz erőteljes energiát, amit még most is érzünk amúgy, ez tényleg arról szólt, hogy az Uránusszal volt egy olyan fényszöge, ahol ez a, hát leginkább ezt a húzd meg, erezd meg energetikát tudnám ide felhozni, amikor azt éreztük, hogy most szabadok is vagyunk, meg be is vagyunk zárva, de azt tudni kell, hogy minden belül zajlik, minden energia belül zajlik, és annak a külső megtestesítését látjuk mi igazából a vetítő vásznon kívül a környezetünkben. És ahogy kezdtük megoldani magunkban ezeket a szabadság, illetve bezártság érzését, ezt mindnyájan megéltük ki így, ki úgy, úgy kezdett el módosulni, vagy átalakulni körülöttünk is az élet és a világ. Tehát, hogyha saját magamra gondolok, akkor nekem nem bezártságot hozott, hanem az online térbe teljes mértékben kinyílt a világ, de szó szerint, mert ugye a munkámban, tehát a 80-90%-ban a világ minden tájáról keresnek, hál' Istennek, és például előtte ez nem volt így, mert ugye inkább a személyes kontakt, a személyes találkozás volt a jellemző. Tehát ezt mondom én, hogy most mindenkinél az alakult át, aminek át kellett alakulnia. Én azt nagyon jól tudom, hogy ezt nagyon sokan nehezen élték meg is értem ezt, viszont hogyha megengedtük magunknak, hogy azok a hitrendszereink, meg hiedelemrendszereink, meg belénk nevelt, nagyon sokszor már nagyon elavult, és nem időt álló értékek voltak jellemzőek, hogyha ezeket el tudtuk engedni, akkor az a megújulás, az megjelent az életünkben. Tehát 2020-ban is látható volt, hogy olyan dolgok fognak történni, ami sajnos nagyon sok ember életére, hát negatív értelemben lesz hatással, ez így volt. 2021-ben láttuk, bizonyos értelemben egy ilyen ketté szakadás fog megjelenni. Ez is megtörtént. És 2022-t én, hogyha most ilyen nagyon röviden kéne
egy szóval jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy az egységbe rendeződés éve lesz. No, most többször próbáltál akkor arra utalni, legalábbis én most ezt olvasom ki a szavaidból, hogy például a Covid itt volt velünk ugye a 20-as, 21-es évben, és biztos, hogy nagyon sokan kíváncsiak rá, hogy vajon a következő évben itt lesz-e velünk. Igen. Itt most akkor arra próbáltál célozni, hogy lehet, hogy nem? Pontosan arra próbáltam célozni, mert én úgy vagyok ezzel, hogy akik tudnak a sorok között olvasni, és azért általában akik mondjuk ilyen műsorokat néznek, vagy érdeklődnek, akár az asztrológia, spiritualitás, vagy egyéb más olyan energetikák iránt, ami láthatatlanban van, de láthatóvá válik egyre inkább, ugye ezek nagyon izgalmas dolgok, ők értik ezt. Akik viszont nem értik, azok lehet akkor sem értenék, ha kimondanám azokat a szavakat, de valóban így van, a Covidról beszéltem, és 2022-ben még még némiképpen jelen lesz ez, mert még zajlanak azok a belső átalakulásaink, amik nem tisztultak le teljesen. De az átalakulást azért is mondtam így, mert ami átalakulóban van, az nagyon radikálisan az emberi kapcsolataink. Elképesztő módon még mindig ott tartunk. Ezt szerintem nagyon sokan tapasztalták. Én, ahogy így vissza is hallom ezt, a környezetemben is látom, én magam is megéltem. Tehát ugye ezek a hullanak le az állarcok, nem tud már egyik játszma a másik játszmával kapcsolódni, valósággal, valódi értékek kellene. Tehát nem az elcsépelt szavak, hogy mi az, hogy szeretet, meg rózsaszínköd. Nem, cselekvés kell. A szeretet csak cselekvésben, a cselekvés aktivitásában jelenik meg, hogy képesek vagyunk egymásért tenni, önzetlenül tenni, egymást úgy szeretni, hogy az egy olyan magas rezgést ad, hogy egységbe fogunk rendeződni azokkal az emberekkel, ahol megéljük azt az energiát, amit még itt soha nem éreztünk a Földön. Na most ez fog zajlódni 2022-ben, és az egységben rendeződést ezt tényleg úgy képzeld el, hogy az egy dolog, hogy a Földön dualitás van meg, hogy fény és árnyék, de a fény nem utálja az árnyékot. És az árnyék sem gyűlöli a fényt. Erről beszélek. Tehát, hogy itt már nem lesz a ketté, vagy a többi szakadásnak meg a nyoma egy idő után. A szeretet lesz a nyom, amin megyünk majd előre. És a női-férfi kapcsolatok oly mértékben fognak átalakulni, amit tényleg nem éltünk még itt meg a Földön, mert emelkedésben van ez a két energia. Tehát a Mars és a Vénusz, mint libidó bolygók olyan megtisztulás alatt voltak, már most is, de 2022-ben egy olyan más típusú életforma lesz, más típusú kapcsolódások lesznek, amit tényleg a szeretet és az elfogadás és az ítélkezés mentesség fog összetartani. Akiknél ez nem jön létre, nem tud létrejönni, hogy ők mondjuk most jelen pillanatban így mondjuk párban vannak, ott egész egyszerűen ez tényleg egy elszakadást hoz, mert az két energia már nem tud egymással együtt rezegni. Akiknél ez meg tud történni, azok össze tudnak egymással így módon kapcsolódni, és a többiek még mindig eldönthetik 2022-ben, hogy milyen úton indulnak el. De 2023-ra már minden el fog rendeződni. Nekem egy kicsit furcsa az, hogy úgy globálisan és úgy mindenkire nézve nézzük ezt, hogy az asztrológia mit mutat. És most hadd legyek egy kicsit öncélú, hogy mondjuk egy kós, mint én, például mire számíthat 2022-ben? Na, hát nagyon jó, hogy kós vagy, örülök neki, mert ugye pont a Mars a bolygód akkor, és ez így van pontosan, hogy hát én ezt mindenkinek elmondom, tehát akár tévében, rádióban, a saját videóimban, a saját hírfolyamaimban, a konzultációimon, a tanítom is az asztrológiát, a tanítványaimnak, mindenkinek, hogy hát ezt felejtsük már el, hogy mindig mindenkire minden ugyanúgy jó lenne, illetve minden információ ugyanúgy hatna, nyilván nem. Mert hogy minden egyes embernek ugye eleve a tenyérlenyomata is más. Hát gondoljunk bele, a lélek mintázatunk, mindegyikünknek más már, mikor megszülettünk, akkor mi rakódik rá a környezeti hatásokból, a szülőkből, a neveltetésünkből, meg amit még hozzáteszünk mi magunk, ugye? Pozitív, illetve negatív értelemben egyaránt. Hát ez egy teljesen egyedi, csodálatos lény a minden egyes ember, tehát ezt kellene mindenkinek megérteni, hogy ettől értékes. Na, visszatérve a kérdésedre, pontosan így van, hogy egyesével
mindenkinek meg lehet ezt mondani a saját képletéből. A nagy általánosságokat meg onnan tudjuk mi asztrológusok, hogy van nyilván asztrológiai programunk, és abból látjuk azt, hogy az égi testek hogyan vándorolnak az égen, és egy-egy évkezdetkor, illetve egy-egy ciklusban egymással milyen fényszöget zárnak be, és ez, ennek milyen hatása van nagyjából az emberiségre, magára a bolygóra, az energiákra. És ezek így valóban igazak, így nagy általánosságban, de hogy egyesével kinek mit, azt ugye meglátjuk. Mivel, hogy ahogy említettem, hogy a férfi és a női energia, ami pont a Mars és a Vénusz, nagyon-nagyon erőteljes átalakulóban van, már most is, de 2022 konkrétan erről szól, tehát ezért biztos vagyok benne, hogy a kosoknál, ugyanígy, hogyha meg a Vénusz nézem, akkor a mérleg, vagy akár a bikáknál, ez a változás nagyon markánsan látható lesz, és nyilvánvalóan pozitív értelemben. Tehát ezt úgy mondom, hogy akinek nincs párja, annak biztos, hogy lesz 2022-ben, a hozzá méltó párja lesz, az a magas szintű rezgés, amire mondjuk mindig is várt. Hogyha van párja, ott két dolog történhet, és most ezt teljesen őszintén megmondom, hogyha az jó, és úgy működik, ahogy kell, akkor az úgy marad, ha nem, akkor az szinte biztos, hogy ki fog tisztulni, és át fog rendeződni, tehát úgy is mondhatnám, hogy igazából el fog engedődni, hogyha az nem felel meg annak, amit ő szeretne. És nem tudom, megkérdezhetlek-e téged akkor, hogy nálad akkor melyik variáció lesz? Hát azt nem, én nekem kell megosolnom előre, de nálam most pont toppon van. Tehát akkor remélem, úgy marad, örüljünk neki. Marad. Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert igazából, amikor ez már így van, akkor az most, 2022-ben pontosan a Jupitertől emelkedésben van. Ez az, amire azt mondjuk, hogy már emelkedésben van. Még a hideg is kirázott, hogy ez biztos, hogy így lesz. Akinél viszont, hogy úgy mondjam, lefele ágazóban van, az szinte biztos, és örüljenek neki. Tehát azért mondom a kedves nézőknek azt, hogy ilyenkor ezt nem elkeseredéssel, hanem egy újjászületéssel kell felfognunk, mert egy új lehetőséget kapunk, ami biztos, 100%, hogy az sokkal jobb lesz. Igen. Ez biztos, hogy így van. Hát a változás az ugye mindig új dolgokat is hozhat, és azt mondják, hogy új lehetőségeket, új ajtókat nyithat ki. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és meséltél, még tudnám órákon keresztül hallgatni, de én azt gondolom, hogy fontos, hogy találkozzunk még ebben az esztendőben is, és időről időre beszéljünk ilyen dolgokról is. Köszönöm nagyon szépen, szívesen, és örülök én is, hogy itt lehettem, és mindenkinek nagyon boldog új esztendőt kívánok. Én is ugyanezt kívánom a nézőknek. Az új esztendőhöz számos szokás és hiedelem kapcsolódik, arról pedig, hogy hova is vezethetők ezek vissza, illetve mik is ezek pontosan, Váci Márkkal, történészkutatóval beszélgetünk. Köszöntelek! Milyen hiedelmek is vannak az új évkor, hova vezethetők vissza ezeknek az eredete? Hát ahogy szokták kezdeni a történészek ugye a különböző témáknak a tárgyalását, már az ókori görögök is kezdhetnénk ezzel a felvetéssel, de igazából már korábbi időkre tevődik vissza, tehát már a babiloni időszakból fennmaradtak olyan leírások, képi ábrázolások, amelyek különböző évfordulókhoz és egyéb, mondjuk azt, hogy újévi szokásokhoz kapcsolódnak, többek között fogadalmakkal kapcsolatban is maradtak fönn feljegyzések. A fogadalmakkal kapcsolatban például egy olyan, hogy mondjuk a nép fogadalmat tett arról, hogy akkor innentől kezdve minden évben megemlékezik az isteneknek a jó téteményeiről, és a többi, és a többi. Ez ugye megtalálható ma például a kereszténységben is, hogyha az egyházi liturgiára gondolunk, a különböző fogadalmi szentmisék például ehhez kapcsolódnak. És ha már új év, akkor az új évhöz közel mindenképpen érdemes a felsővárosi Szent Sebestyén napi fogadalmi szentmisét megemlíteni, ami ugye az 1738-39-es pestis járványhoz kapcsolódik, ugye ebből megmenekülve a város népe fogadalmat tett, hogy innentől kezdve Szent Sebestyén és Fábián ünnepén január 20-án minden évben szentmisében emlékezik meg a városnak a megszabadulásáról. Tehát itt azért vannak ugye különböző hagyományok, amelyek megmaradtak igazából, nyilván keresztény köntösbe öltöztetve, és hát a megfelelő formába. És akkor mik is ezek pontosan? Tehát nem, nyilván nem csak a mise, hanem ezek mellett még van jó pár hagyomány, mik ezek? Természetesen, ugye a kereszténységtől függetlenül, illetve hát amellett azért megmaradtak olyan jósló, illetve úgymond termékenység, varázsló szokások,
amelyek akár a Luca naphoz is kapcsolódhatnak valamilyen szinten, hiszen vannak Magyarországnak olyan vidékei, vagy akár Fejér megyének különböző települései, ahol mondjuk egészen az utóbbi évtizedekig, a 80-as évek elejéig, de akár napjainkban is jellemzőek voltak olyan szokások, amelyek más vidékeken inkább Luca napjához kapcsolódtak. A dologtilalom, tényleg a termékenység, varázslás, illetve a különböző jósló szokások, ezek közül mindenképpen érdemes néhányat kiemelni. Ugye egyrészt az élethez és a halálhoz kapcsolódnak ezek a szokások. Tehát, hogyha mondjuk jósló szokásokról beszélünk, akkor van egy olyan szokás, amit például Sárosdon is feljegyeztek még a 80-as évek erején, hogy úgynevezett tolpogácsát sütöttek. Ez azt jelentette, hogy annyi pogácsát tettek bele egy tepsibe, ahányan a családban voltak, mindegyikbe tűztek egy tollat, és amelyik toll megégett, annak a tulajdonosáról feltételezték, hogy abban az évben valami rossz dolog fog történni vele, ne adj Isten elhalálozik. Szerelem jóslások is vannak ehhez kapcsolódóan. Természetesen. Volt ilyen is, ugye szintén a Luca napjához ugyanúgy kapcsolódott az úgynevezett gombócfőzésnek a szokása, amikor ugye a fiatal, még pártában lévő lányok, akár a kedvesüknek, akár falubeli fiatal embereknek a keresztnevét ugye kis cédulákra írták, ezeket kis gombócokba, tésztagombócokba beletették, és ugye amelyik gombóc előbb feljött, kibontották, megnézték, és az abban szereplő fiatal ember keresztneve lett aztán ugye a férjüknek a keresztneve. De ugyanígy jellemző volt az ólomöntésnek a szokása, amiből egyrészt a következő évnek az eseményeire is lehetett következtetni, aztán a leendő férjnek a foglalkozására például, vagy különböző tulajdonságaiból, ne adj Isten, ki lehetett találni, hogy vajon ki lesz az az illető, hogyha már ismerték valamennyire a faluban. Tehát azért sok szokás volt, amihez különböző hiedelmek kapcsolódtak. Illetve azért régen jellemző volt, hogy az elkövetkezendő esztendőnek az időjárására is azt is szerették volna megjósolni. Az új évhez kapcsolódik-e bármi ilyesmi? Tehát mit tettek ilyenkor az emberek, hogyan jósolták meg az időt? Nagyon érdekes, hogy itt is ugye vannak összefüggések szintén a Luca naphoz kapcsolódóan, hiszen gyakorlatilag még az adventi karácsonyi időszakban vagyunk, ugye január 1-e, új év napja, az még a karácsonyi időszak szerves része, hiszen ugye vízkereszttel ér véget ez az időszak, és onnantól kezdődik a farsang. Tehát egyes szokások ugye azért ebben az időszakban, különböző időpontokban jelentkeznek. És országszerte elterjedt volt például a hagyma kalendárium szokása. Most itt vöröshagymáról, fokhagymáról lehet beszélni, különböző tájakon eltérően alkalmazták, vagy arról szólt, hogy 12 gereszt fokhagymát vettek, és ezeket megsózták, vagy pedig vöröshagyma levelet vettek, 12 vöröshagyma levelet, ezeket kiterítették körbe egy tányéron, mint egyfajta óramutatókat. Ugye ezek kalendárium jellegűek voltak, hiszen januártól decemberig mutatták az évet, ezeket megsózták, és ugye amelyik levet eresztett, arról azt mondták, vagy azt feltételezték, hogy az a hónap lesz a csapadékos, amelyik pedig szárazabb volt, akkor azt mondták, hogy valószínűleg akkor ugye száraz lesz az időjárás. Egy kicsit visszaugorva, hogy ugye beszéltünk arról, hogy mi az, amit tilos ilyenkor. Tehát mégis mit tilos az új év első napjaiban, első napján akár? Hát az évnek azért van meglehetősen sok úgynevezett dologtiltó napja. Az új év napja is egy ilyen hasonló dologtiltó nap. Tehát például nem lehetett különböző házi munkákat végezni, mondjuk mosni. Hát főzni ugye általában kellett, mert hogy ugye az előző évit már nem eszik meg, tehát legkésőbb évfélkor mindig megették az óévből maradt vacsorát, ebédet, bármit, hogy az új évben ugye újat lehessen enni. Ez nagyon fontos volt, hogy ne a maradékot kelljen enni ugye az évnek a további részében. Arra is figyeltek sok vidéken, hogy kolbászszalonna például legyen a padláson az új év napján, mert azt tartották, hogy ha új évkor van a padláson bőségesen ennivaló, akkor egész évben lesz folyamatosan. Az étkezéssel kapcsolatban ugye nagyon érdekes az is, hogy miért nem fogyasztottak baromfit. Ugye azért, mert azt tartják ma is, hogy a baromfi ugye hátrafelé kapar, és kikaparja, elkaparja a háztól a szerencsét, és ugye azért fogyasztanak általában disznót, illetve fogyasztottak korábban is, mert az pedig előre, tehát befele a házba túrja be ezt a szerencsét és bőséget. Illetve, hogyha már itt beszélünk az ételekről, akkor ugye mindenki fogja azt
lencsét, illetve vi és lét az új év napján, hogy ennek mi az eredete, ez hol vezethető vissza? Hát ugye a virslinek a fogyasztása az mindenképpen a disznó evésre megy vissza, hiszen ugye hagyományos paraszti kultúrában a virsli fogyasztás az mondjuk nem volt annyira jellemző, általában iparos családokban, vagy módosabb paraszt családokban jelent meg, ezeket pedig ugye általában juhból vagy disznóból készítették elsősorban, baromfiból nem, tehát az már az új idők új szele, ugye az már az iparosított időszak valójában, ezeket még ugye hentes mesterek készítették, és hát összefüggött a disznóhús fogyasztással. A lencsének a fogyasztása, vagy a különböző apró magvaknak, terményeknek a fogyasztása, akár pici apró pogácsáknak az elkészítése, az pedig ugye arra ment vissza, hogy ezek kis kerek korongok valójában, picik, sok van belőlük, ugye egyszerre az ember mondjuk sok lencsét, sárga borsót, ilyesmit fogyaszt, és ez ugye arra vonatkozik, hogy valójában itt ugye a pénzt esszük meg, mint olyat, tehát tallérokat fogyasztunk, ugye, lehet ezt mondani. A papírpénzt azt nem lehetett imitálni ebben a formában, tehát a bőséget azt ugye a megfelelő mennyiségű, mondjuk azt, hogy részpénz vagy bármit helyettesítő étel szimbolizálta, tehát amikor ugye mondjuk a mesékben a kiskakas gyémánt félkrajcájáról hallunk, vagy a kocsi aranyról, vagy bármi egyebekről, akkor ugye mindig fémpénzekről van szó, tehát a mesék is ugye ezt a bőséget ezzel mutatják be, és hát igazából ezt a pénzt helyettesítik tulajdonképpen ezek az ételek. És ezek a kis apró fémpénzek egyébként most már megtalálhatók, ajándéktárgy formájában ezzel díszítjük a lakást, mindent is. Milyen motívumok vannak még emellett, amíg... Hát eleve ezeken a pénzeken is, ugye, hogy milyen motívumok vannak. Egyrészt a disznó, amit szerintem most már nem kell nagyon taglalni, hogy miért is. A másik a lóhere. Ugye a lóhere az azért a négy levelű lóhere, mert ez meglehetősen ritka. Tehát, hogyha valaki talál egyet, akkor az általában a szerencséhez kötik. És ugyanígy például különböző újévi kiadású érméken is megjelennek ugye ezek a lóhere motívumok. A patkó, ugye a patkót is a szerencséhez kötik, hiszen általában a patkó az a lólábán található meg, tehát viszonylag ritka, főleg már manapság, hogy valaki ugye egy patkót találjon ló nélkül. Általában minden esetre ugye ezt is a szerencséhez kötik, illetve a kéményseprő motívuma, ami például ugye régi képeslapokon is kedvelt, sőt, hát manapság is azért újévi köszöntőkben, kis képeken nagyon gyakran előfordul, amiket most már az emberek általában e-mailben küldözgetnek ugye egymásnak. Ez pedig azért van, mert ugye a kéményseprő kikotorja a kormot, tehát a régit, a szennyest a kéményből, és ugye tisztává varázsolja, és hát igazából magával viszi gyakorlatilag ezt a kormot. Tehát ez is, hogyha nagyon régi időkre akarunk visszamenni, ez egy kicsit olyan, mint az úgynevezett bűnbaknak a szokása a zsidó kultúrában, amikor a bűneiket akár kis papírszeletkékre aggatva, akár egy-egy mondatban megérintve és elmondva, hogy mi a bűnük, ugye ráaggatták erre a kosra, amit aztán kihajtottak a városon kívülre, hogy vigye magával a bűnöket. Gyakorlatilag itt is arról van szó, hogy a kéményseprő az hozza a szerencsét, ugye hozza a tisztaságot, és magával viszi az óévet, a régit, a rosszat. És még ami az új évhez szorosan hozzákapcsolódik, ugye az újévi fogadalmak sokan tesznek ilyenkor, ennek van-e valamilyen múltja? Hát amit itt a beszélgetés elején említettem, hogy ezek leginkább ugye vallási jellegű fogadalmak voltak nagyon sokáig, és aztán átalakult igazából ez a szokás, tehát lehet azt mondani, hogy ez kicsit ilyen divat jelenségé vált inkább, ami ugye arról szól, hogy talán nem is lehet azt mondani, hogy ez egy erős elhatározás, hiszen az embernek van egy erős elhatározása, akkor azt általában megtartja magának, vagy esetleg elmondja egy-két embernek, és akkor az úgy rendben van, ahhoz próbálja tartani magát. És ugye az a különbség az erős elhatározás meg az úgynevezett újévi fogadalom között, én nem feltétlenül szeretem ezt a kifejezést, de létezik, hogy az ember azt általában nem csak az adott évre vonatkoztatja. Illetve ha valamit nagyon erősen elhatározok, akkor azt ugye csinálom folyamatosan. Tehát ez nem csak egy adott időre vonatkozik. Az újévi fogadalmak azok ugye általában olyanok, hogy jó, hát valamit gondoltam, nem sikerült, ez van, menjünk tovább, és akkor majd az új évben megint megfogadom. Tehát ez gyakorlatilag erről szól, hogy ugye kicsit olyan, mint a születésnapi kívánság, amikor az ember ugye álmodik egy nagyot, és aztán nem esik kétségbe, amikor nem lesz belőle semmi.
amikor az ember valamit erősen megfogad, vagy erősen szeretne megtenni, akkor az viszont mindenképpen ragaszkodik. Tehát ezért mondom azt, hogy ugye azért a régi hagyományhoz képest ez már inkább egy divat jelenség tulajdonképpen. És neked lesz-e bármi, amit megfogadsz az új esztendőben? Hát így nem, az biztos, mint újévi fogadalom. Elhatározásom az van természetesen, amit szeretnék is végigvinni. Hát ha sikerül, akkor beszámolok róla, ha nem, akkor nyilván majd a következő évben igyekszem ezt betartani. Ehhez kívánok nagyon sok sikert neked, és köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!